Bemutatták a Magyarország szépe verseny döntőseit, a 20 hölgyre komoly munka vár a következő hetekben. Felkészítő táborba vonulnak, ahol szokás szerint házi versenyeken dől el, hogy ki lesz az a 16 közülük, aki a júniusi élő show műsorban is szerepelhet majd. A döntőt június 23-án láthatják a Dunán és a Dunavördön, a győztes képviseli Magyarországot a tájföldi világversenyen. Hegedűs Zoé, 22 éves. Egymás után mutatták be a Magyarország szépe idei 20 indulóját. A lányok között van közgazdász és mérnök hallgató, óvodapedagógus, illetve akad olyan is, aki 4 idegen nyelven beszél. Többségük sportol, egykori versenytáncosok, futók és búvárúszók is erősítik a mezőnyt. Hatalmas megtiszteltetés, hogy bekerültem az idei Magyarország szépe top 20 lánya közé. Nagyon-nagyon izgultam a casting előtt, hogy hogy fog sikerülni, nagyon reméltem, hogy be fogok kerülni, és hát tényleg így lett, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. A lányok között vannak, akik már tapasztalt versenyzők, nem először vesznek részt a Magyarország szépe választáson. Szeretnék idén a maximumot kihozni magukból. Nagyon sokat dolgoztam magamon, mint testileg, mint lelkileg, és nagyon remélem, hogy ez is majd mutatkozni fog a végeredményben. A győztes és az udvarhölgyek elsőként viselhetik majd a Magyarország szépe legújabb koronáit, amelyeket kézzel készült kristályok és drága kövek ékesítenek. Hát szerettem volna először is hangsúlyozni a három helyezett közötti differenciát méretben, díszítésben. Az első helyezett light zafír köveket, kristályokat alkalmaztunk, a második helyezettnél emerald, és a harmadik helyezett, az nyilván látszik, az csak egy szín, de az is nagyon részletgazdag és tele virágokkal. Az elmúlt évek legerősebb mezőnye a mostani. A következő állomás júniusban egy felkészítő tábor lesz, ahol a lányok házi versenyeken vesznek részt. Itt szociális érzékenységüket is bizonyítaniuk kell. A szervezők azt szeretnék, ha az jutna ki a világversenyre, aki nem csak szép, hanem személyiségével is példát tud mutatni. Nagyon sok szépségverseny van a világon, és nagyon sok egy kaptafára megy. A Miss World azért különleges, mert a szellemiségében különleges, hiszen a jótékonyságra nagyon nagy hangsúlyt fektet, hiszen az, aki majd a Miss World lesz, aki az egész világversenyt megnyeri, ő egy éven keresztül különböző jótékonysági szervezetekkel járja a világot. A június 23-ai televíziós döntőben már csak 16-an kerülnek. Az élőadás házigazdája Rókusfalvi Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy lesz. A Magyarország szépe döntőjét a Dunavörd élőben közvetíti.